Az orosz légierő nagypontosságú rakétákkal megsemmisített több kelet-európai országból érkezett harckocsit egy kievi vagonjavító területén, tudatta az orosz védelmi minisztérium. Ukrajnába egyre több nyugati fegyver érkezik. Vladimir Putyin elnök azonban többször is elbüszkelkedett azzal, hogy ezeket a szállítmányokat még útközben kilövik. Állítása szerint az amerikai HIMARS rakétarendszer és a török Bayraktar drónok nagy részét is megsemmisítették. Ennek az egész felhajtásnak és a fegyveradományoknak egyetlen célja van, hogy a háború minél tovább elhúzódjon. De ha a nyugat elkezd a nagy hatótávolságú fegyvereket is szállítani, akkor mi is készültségbe fogjuk állítani a saját tömegpusztító eszközeinket. Ezekből pedig van bőven. Olyan helyszíneket is célba fogunk venni, amelyeket eddig még megkíméltünk. Fenyegetőzött az államfő, aki szerint az orosz légierő úgy ropogtatja az ukrán drónokat, mint a mogyorót. Vasárnap Ukrajna legkülönböző pontjain csapódtak be rakéták: Kijevben egy lakónegyedet ért találat, Kramatorszkban hajnalóta dörögnek az ütegek, Harkivban pedig foszfortartalmú lőszereket is bevetettek az oroszok. Továbbra is a keleti severododonyáncban a legrosszabb a helyzet, ahol a frontvonal keresztül vágja a várost. De, u nasz, bola, szidne, Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az orosz erők nemrég még a város 70%-át tartották ellenőrzésük alatt, de az elmúlt két napban visszaszorítottuk őket. Most körülbelül a felét uralják, míg az oroszok sem mernek kimenni az utcára. Számolt be a Luhansk megyei kormányzó, aki azt is elmondta, hogy a szomszédos Lisi Csanskot is rakéta támadás érte. Ha az orosz katonaságnak sikerülne elfoglalni a Szeverodonyecket, akkor már könnyedén bekeríthetné a keleten állomásozó ukrán hadosztályokat, ezért is létfontosságú a város megvédése.